mai nap során egy kis dropshotozást tervezek, elsősorban sügerekre. Hát itt ma már, nyilván itt már fogtam egy-két halat, de arra gondoltam, hogy mondhatom, hogy itt minthogyha lennének sügerek. Én egyébként már fogtam kettőt, két szebbet, meg voltak kapások. Eléggé sodor a víz. Ugye őszi időszak van, kezdenek összeállni a halak. Na. Kezdenek összeállni a sügerek is. És ilyenkor egy jó pecákat lehet tolni sügére. Egy-két belső süllő, csuka, bármi jöhet közbe. Ez itt egy ilyen eléggé, ez egy zsíri paratti rész. Oxigéndús valószínűleg azáltal, hogy itt kavarog a víz. És ezt itt kedvelt vadász területe a sügereknek. Hopp, ott van. Nem is rossz kis sügér. Ja, megmerítjük. Nem kell félni a aránylag nagy csalitól sem sügér esetén, hát de szép. Jó, kezdenek föltölteni itt a téli időszakra. Szép kövér sügér. Látjuk, hogy nem, ez nem volt kérdés, hogy meg akarja enni. Zsinort leszedjük róla. Így. Még a kamerát még be kell állítani, hogy jó legyen. Nagyon szép. Nagyon szép kis sügér. Na, mehetsz is. Így. Ugye itt sorakoznak gyakorlatilag itt ez a kibetonozott rész mellett. De próbáltam jiggelve, fogtam egyet, de messze nem olyan hatékony, mint most a dropshot. Tehát ez a egy helyben tartott csali, hogy itt a nagy sodrásban is, egyébként egy, ott volt megint, a nagy sodrás ellenére ugye egy helyben tudom tartani a csalit, és az óriási előnnyel jár ilyenkor. Ez sem rossz. Kisázta a horgot. Újabb gyönyörű. Na. Nyugi. Így. Újabb gyönyörű. Sügér. Thank you.
Köszi. Ez már az. Ez az. Na, hát ez egy szép sügér volt. Csak nem akartam itt közvetíteni, miközben a szomszédstégről szóval tartottak. Hopp, hopp, valami mozsolázott. Aha, meg is van. Ez se rossz, ez se rossz. Ez is a jobbik. Ki. Halad be, így nem sérülnek. Egyébként nem azért. Tehát a ponymatrac helyett én előbb tenném kötelezővé pergetésnél a merítőháló használatát, mint a ponymatracét. Ugyanis így ezzel a vékony horoggal nem tépjük szét a száját azzal, hogy a saját súlyánál lógatjuk. Óvatosan szabad csak benyúlni a szájba, nem szabad, hogy eltörjön a állkapcsa, meg érdemes megtámasztani, és akkor így a kamerán szép felvételt lehet csinálni róla. Na, még egyszer. Egy. Nagyon szép, csíkos, egészséges. Na, mennyi szépen. Jaj. Egyiket egyszer odaütött neki, nem akadt meg, másodszorra már nem. Nem kegyelmezett. Hát ezt a csalit már szépen ki is nyírják. Újra tűzzük. Tűzünk bele egy újat. Aztán hadd szóljon, hadd egyék. Meg is van a következő, talán ő egy kicsit kisebb lesz, mint az eddigiek. Hazai viszonylatban még ez is a szebbek közé tartozik, úgy gondolom. Gyönyörű, szép, egészséges, csíkos kis ragadozó. Na, akkor ki is jött. Egy. Képerejéig. Na mindegy, akkor hadd ússzon. Nem volt fotogén. Talán így működik a leghatékonyabban ez a dropshotos módszer, nem tudom mennyire látszik a felvételen, talán azon annyira nem,
De ilyen hínár foltok vannak. Ahogy jön az ősz, hűl a víz, úgy egyre lejjebb nyomódik, de az alján ott marad egy ilyen vastagabb. Mint hogy elnézem, akár ilyen 30-40 centi vastag hínár mező is, és öppá, meg is van. Jaj, de szépet oda koppintott neki. És ezekből a hínárfoltokba állnak bele. Gyakorlatilag, amiben dzsigelve nagyon nehéz ki kiszedni. És ilyenkor nagyon jó szolgáltat tud lenni egy dropshot. És hogyha megtaláljuk, hogy hol rejtőznek, melyik hínár mezőnél, akkor ilyen. Ilyen szép sügereket lehet fogni, jó nagy háta van. Hoppá, na menjen szépen. Csalil már nagyon kezd offos lenni. Újra tűzzük. De ez már eléggé a végét járja, nem baj. Nem számít nekik. Kicsit a hasa irányába, ott még talán van egy kis hús a csaliba. Ő már kezdi nagyon bedobni a törölközőt. Szóval igen, ezekben a... Tehát ahogy a szereléket bedobjuk, ugye ez megy bele a hínárba, és a csali pedig a hínárfolt fölött tud szépen dolgozni, és a benne lévő halakat kapásra ingerelni. Csak meg kell találni őket, ami az egyen nehezebb feladat. Türelem. Na most valami ráakadta. Itt látszik tökéletesen egyébként, hogy miről beszélek. Tehát az ólmot, azt a hínárba húzzuk. A csalin viszont semmi nincs. Hopp, balin. Hopp, megugrott. Észrevette az árnyékomat. Szép kis türelemjáték ez. Benn van a hírmármezben, érezni is egyébként, hogy az ólom maga akad, tehát nem tud olyan szabadon jönni, és nem szabad kirántani belőle, akkor van jó helyen, amikor úgy nem jön magától a cucc. Például most. Most biztos, hogy az ólom benne van a hínárban, fölötte pedig ott a csali a megfelelő helyen. Hogyha valami. Hopp, aha. Azért mondom, hogy az előbb, mint hogyha már valami megkóstolta volna. Ez is a jobbak közül való. Tökéletes akadás. Na, és
sikerült kiszedni. Fú, nagyon szép. Gyönyörű. Így, nem tudom mennyire látszik. Hát, ekkora lehet. Kíváncsiságból rámérünk. Mit ért volna ez tavaly a street fishing OB-n? Jó tért volna. Hát azért ez egy farokkal együtt 24 centis sügér. Szép, ez már szép, jó kövér, látszik, hogy milyen hasa van. Hoppá. Nagyon szép. Na, engedjük el. Csani. De még bírja, nem kell dobni. Bár már eléggé a végét járja. Ez egy nagy favorit egyébként, ez a koromfarkú, valamiért én nagyon a koromfarkú csalikat preferálom. Egy azt nem is olyan találtam olyan dropshot csalit, ami ilyenkor nekem bevált volna. A másik, hogy ennek van akciója, miközben az ólom, ugye, tehát ahogy húzzuk a csalit, úgy van akciója a csalinak is. Mindenképpen előny. És kristálytiszta a víz, tehát nagyon-nagyon szép tiszta a víz. Ilyenkor én egyértelműen a természetesebb színeket preferálom. Főleg ezt a Wakasagi fantázia névre keresztelt színt. Ezt kimondottan szeretem ilyen körülmények közt használni. Hopp, valami meghúzta. De jó ütés volt! Így lemaradt a csodába! Még visszatesszük, ha nem húzta le a csalit ilyenkor még, ezt már mondjuk nem hiszem, mert ezt megszúrtam, de a következő még megeheti. Hát már nagyon a végét járja a csali. Ilyenkor még azt lehet csinálni, hogy egy picit megcsonkítjuk. Na, és mutatom, itt az orrából ezt a nem tudom én fél centit, ezt leszedjük, zsebre tesszük. Horoghegyét ellenőrizzük, az rendben van. És akkor marad egy kis hús, amit még megint át tudjuk szúrni. Nem jó lett, de mégsem. Na, még egyszer. Tehát itt már egyáltalán nincs, ami átmenjen a horog, itt már csak úgy szabadon esik bele. Na, de itt már, itt a tuti. Hoppá, ott van valami kis halugrás. Na, itt talán nem fog lejönni az első rávágás, te meg az első. Tehát amikor azért úgy benne van a hínárba, és kicsit úgy erőltetve kell kiszedni a csalit, akkor azért le tud csúszni, hogyha már nagyon gatya.
ennek oda pöckölt elég rendesen. Szép, nagyon szép süger. Szép, csíkos. Micsoda száj. Ez már lehet, hogy van 25 centi. Nagyon szép. Gyönyörű. Na, hadd menjen. Jó. Megnézzük ott lefele. Hínármező van. Hát csak belőle kéne ki csalogatni a halat. És van a kapás, meg is van. Csak sikerült ki csalogatni belőle. Na, ennyire volt a hínárba. Horogtól megszabadítjuk, ennyi, add csak vissza, azaz. Kis sügér. De ehhez is türelem. Türelem kellett, hogy ott kell tartani a hínár mezőben, ott vannak, csak meg kell őket találni, fel kell őket idegesíteni. Még egyet dobok. Teljesen mindegy, hogy fogok vagy nem. Elindulok a másik irányba. Na szóval, itt vagyok egy új beállóba. Itt tiszkolt el egy kis csuka előttem. De szerencsére telefonálnom kellett. És nem ment a kamera, sem a hangfelvétel. Így a két sügerem, ami jött, nem voltak nagyok, nem azok a nagy 20 pluszos sügerek voltak, ezek kis átlag sügerek voltak, de jött kettő, arra nyilván nem született felvétel. Ez van. Aztán kész. Nem baj, próbálok még egyet fogni. Most ugye följebb jöttem, folyás irány szerint, attól a helytől, ahol ez is kezdi megadni magát. Följebb jöttem attól a helytől, ahol a szebb sügerek jöttek sorba. Meg sem álltam ott, hogy regenerálódjon a hely.
Hopp. Megette. Megette. A egyen sügér. Au, kicsit megszúrt. Na jó, az még az egyennél is kicsit kisebb talán. Na, mennyi. Szimpatikus hínáros rész, de lehet, hogy túl magasan van a hínár, vagy túl messze, és nagyon laposan jön a csali. Ezért most mindenképpen emelek rajta egy kicsit. Hogy ne lógjon bele annyira a hínárba a horog. Így. Nagyon szimpatikusnak tűnik nekem az a rész ott. Ott is van a kapás. Na ez a egyen méret. Hát nem, azért ez nem rossz. Nem annyira az egyen, ez a jobbik fajta. De szép piros uszonya van, azt a mindenit. Hát ez nem volt kérdés, hogy megeszi-e vagy sem. Nyugi, mindjárt kint a horog, így, né. Fanalit megszabadítjuk. Nagyon szép kis sügér. Na, milyen szép piros uszonya van. Na, gyerünk! Éreztem én, hogy az egy jó hínár volt. Ez kicsit messzebb van. Kicsit messzebb van, mint az eddigiek. És ezért egy kicsit nagyobb távolságot adtam a horognak az ólomtól, hogy tehát a nagyobb dobás miatt laposabban tudom tartani csak a zsinort. Emiatt a csali is lejjebb kerül bele a hínárba, ami nem jó. Ugye fölötte kell tartani. Kicsit följebb, nagyobb a távolság, kicsit följebb kerül, meg ugye a botot is lehet egészen magasra felállítani. Ezzel is nyerünk néhány centit. És érzem, hogy a hínárba csak az ólom van, ugye a horog nincs. Így az nyugodtan tudja támadni a sügér. Is van. Ez most már tényleg az apraja inkább. Hát, megérkezett ez a enyhe szélvihar. Szerintem zárszónak tökéletes befejezés a mai napnak. Ez a kis sügér, melyet megszabadítunk a horogtól, ami szinte sérülés sem okozott neki. Na, nem akarod elengedni? Így. Jaj.
Nem volt túl fotogén.